Feldmár András Büki Dorottya kapcsolatok könyve újabb útmutatót tévejgőknek. Első. Dorka. Kezdjük a gyökereknél. Minden problémánk a hisze autonnal kezdődik. Az Apollon híres Delphoi ósdájához vezető út nagyjából 2600 éves feliratát a tulajdonítják, de alig ha nem szólón, a bölcsvezér, a dialaktész mondata volt, ismerd meg önmagad te viszont azt állítod, félre értjük ezt, mert a nyelv hipnózis a rabulejt. Mielőtt belemegyünk, szeretném, ha az apolón, Talész vagy akár a szólón iránti tiszteletből belegondolnánk, vajon mit is akar ez jelenteni, ha nem azt, amit mi értünk alatta. Tételezzük fel, hogy ők tudták, mit beszélnek. András egy jósdájának a nyelve különleges, amiből soha nem lehetett egyértelmű utasítást kapni, mindig különféle értelmezések lehettek. Vannak tehát a szavak, de figyelni kell a nyelvre, mert a nyelv él minket, s ha nem veszük ezt észre, belehalunk a nyelvbe. A jóslatok nem félrevezetnek, csak felhívják a figyelmet arra, hogy nincs biztonság, nincs bizonyosság. A kapcsolat a nyelv és a valóság között mindig problematikus. Az ismert meg önmagadat én úgy interpretálom, hogy jelj rá, fedezd fel, hogy te senki vagy minden vagy. Dorka, ismerd fel, hogy megismerhetetlen vagy. András, azért, mert nyelvtanilag ugyanolyan mondat, mint az ismert meg pistát, még egészen más dolog. Ha ezt összekeverjük, nagy bajban leszünk, mert elkezdünk úgy nézni magunkra, mintha nem önmagunk lennénk. Én mondhatom neked, hogy nem tudom, mit fog csinálni a pista csinálni, de azt nem mondhatom, hogy nem tudom, én mit fogok csinálni. Mert én azt csinálom, amit én akarok, de a pista nem csinálja azt, amit én akarok. Ha így elveszítjük a nyelvben magunkat, ha elhiszem, hogy az én kapcsolatom magammal olyan, mint a kapcsolatom pistával, az felelőtlenséget és narcizmus teremt. Még akkor is, amikor veled vagyok, csak magamról gondolkodom. Óriási különbség, hogy neked örülök, vagy azoknak az élményeknek, amik bennem zajlanak a te társaságodban. Az alapvető logikátlanság, a paradoxon, ami azonnal gyanúsá teszi ezt a konceptust, az, hogy én egy vagyok. Biológiailag is egy vagyok, nincsenek különálló részeim, egy sejtből fejlődtem ki, a genetikai aláírás minden sejtemben ugyanaz. Mit jelenthet hát az, hogy ismerjem meg magam? Ki az, aki meg fog ismerni, ki az, akit meg fogok ismerni? Úgy hangzik, mint a Punhant Judy amiben egy ember két bábot húz a két kezére. A jobb kezemen vagyok én, a bal kezemen vagyok magam. Miért van szükségünk erre a bábjátékra? Mit jelent ez? Semmit a világon. Félrevezetés, ami elvonja a figyelmet a valóságtól, attól, hogy a fontos mindig a másik, de ilyenkor úgy teszünk, mintha én lennék a fontos, én magam lennék a másik. Egy logikai és pszichológiai hasadás keletkezik, egy hallucináció. Ez sokszor megmutatkozik például abban, amikor a páciens elkezd hozzám úgy beszélni, mintha ő, aki jó és okos, a koterape után akarna lenni, és meg akarja beszélni velem, hogyan kezeljük önmagát, akit betuszkolt a rendelőmbe, mert annak ellenére, hogy ő okos és jó, a maga hülye is rossz. Mi ketten találjunk ki valamit, hogy ő maga fölé tudjon kerekedni. Hát én ilyet nem játszom. Freud szerint minden mondat, amiben az ih és a mi his szerepel, hazugság. Ich liebe mich. Szeretem magamat. Utálom magamat, félek magamtól, ez mind-mind hazugság, gyávaság. A mondat, hogy nem bízom meg magamban, azt jelenti... Valaki nem bízott, bízik meg bennem, vagy én nem bízom valakiben, de nem tudom, nem merem kimondani, ki az. Végső soron az egész nyelvtani konstrukció arra való, hogy megvédjem magamat azoktól, akikkel bajom van. Az anyám kritizált engem, és ha én kritizálom magam, akkor úgy csinálok, mintha az anyám lennék. Stockholm-szindróma. Úgy teszek, mintha hatalmam lenne önmagam felett. Cserben hagyom magamat. Az anyámat, apámat játszom, miközben észre sem veszem. Egy ideje keményen dolgozom egy nagyon intelligens, tehetséges kót fiatal emberrel, akinek az apjával is találkoztam a családterápián. Ez az atya egy nagyon sikeres, multimilliómos üzletember, aki bárki fölé tud kerekedni, mindenkivel úgy beszél, mintha ő lenne a felettese. Ügyesen és szelíden csinálja, mintha nem is ez történne, de a hangszíne, a koreográfiája, a gesztusai állandóan azt jelzik, ő fent van, a másik pedig lent. A fiát ez majdnem megölte. Ennek ellenére nekem kell megküzdeni a fiú apjával, akit ő maga manifestál, amikor kettesben vagyunk a rendelőmben. A gesztusai felé mindig felülről lefelé szólnak, és ezt nehéz felfognia, nem is érti, miről beszélek, amikor dühös leszek rá. Tulajdonképpen én az apjára vagyok dühös, akit ő közvetít. Mondhatnánk, hogy annyira szereti az apját, hogy az apjává vált, ő viszont azt mondaná, hogy állandóan lenézi önmagát, úgy beszél magáról, ahogy az apja beszél róla. Nyilvánvaló, hogy itt szó sincsen semmiféle önismeretről. Amikor azt kérem, hagyja abba, azt feleli, nem tudja, hogyan kell. Viszont, ha dühös leszek rá, nem csendesen mondom ugyanezt neki, hanem rá förmedek, akkor megsértődik, és elvárja, hogy én kontrolláljam magam. A gesek többsége idióta módon azt mondja, senki nem tud bennem érzelmet kelteni, tehát én vagyok felelős a gátlásomért, a szorongásomért, a haragomért, ezért aztán nem szabad másokat vádolnom. Ha fejlesztem magamat, dolgozom magamon, akkor úrá leszek ezeken a hibáimon. Fejlődöm. Én határozottan azt mondom, embertelenség, gonoszság ilyeneket elhitetni bárkivel, mert elérhetetlen, képtelen, nem létező célokat tüzet ki az emberrel. Ha valamit érzek, fájdalmat, félelmet, dühöt, az mindig, kivétel nélkül mindig azért van, mert valaki nem vesz komolyan. Lehet, hogy az anyám, az apám, a szeretőm, a gyerekem, akárki. A cél nem lehet az, hogy szálljak magamba, és igyekezek jól érezni magamat csak azért is. A cél az kell, legyen hogy másokkal összefogva vessek véget a kihasználásnak, erőszaknak, elnyomásnak. Az összefogás a lényeg, a szolidaritás. Jó lenne kitalálni, hogy mi, emberek, miért akarunk annyira önállóak lenni, miért olyan vonzó az egyszemélyes, bevehetetlen, sebezhetetlen bár illúziójában élni. Az egész egy óriási félreértés. Dorka talán azért, mert gyengének, Elfusser átnak, esételennek érezzük magunkat a nyílt harchoz. Talán nem bízunk a többiekben, az egységben, a közösségben, ami mellénk állna. Esetleg nem hiszük magunkat szerethetőnek, nem hiszük el, hogy bárki mellénk állna a harcban. Vagy az ellenséget olyan hatalmasnak látjuk, hogy semmilyen más módon nem tudjuk elképzelni, hogy megvédhetnénk magunkat. De gyakran az is előfordul, hogy nem tudjuk megkülönböztetni az ellenséget a barától, és inkább mindenkit ellenségnek tekintünk, nehogy hátba támadjon. Mindezek mögött tapasztalatok vannak, és nem tudunk ezek ketrecéből. Egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan, József Attila, ime, hát megleltem hazámat. Igen, magad vagy, mondják, de ha dolgozol magadon, akkor fejlődni fogsz, és olyan erős leszel, hogy már nem fáj neked semmi. Belülről felépíted a váradat, önismereti csoportba iratkozol, és minden hibádat nyakon csíped, megjavítod. És tudod mit? Még mindig jobb, mintha rettegve fetrengeni egyedül. Így legalább emberek közé mész, ha nem is azzal a tudattal, hogy közöttük vagy. András. Szerintem ez egy hatalmas erdő, Amiben az ember igen könnyen elvesztheti az útját. Ha elhisszük, amit a nyú agemond, akkor mindenki hamis, és abból csak rossz lehet. Aki azt állítja, meg tudja haladni az érzéseket, amiket más emberek keltenek benne, az önmagát magasabb rendűnek és jelenti ki. Te még mindig szenvedsz? Én már túl vagyok ezen. Nem más ez, mint egy hazug dominancia szubmisszió. És, persze, Mély félreértése értése az igazi buddhista pszichológiának, ami egész egyszerűen azt mondja, nem kell félni a félelemtől. Minden érzelemnek helye van, csak érezni kell. Nem baj, ha az ember fel van dúlva. Hű a értés, ha azt hisszük, nagy a baj, ha fel vagyok dúlva. Szimplán csak engedjük meg magunknak, és örüljünk neki, mert az érzelmeinken keresztül tudjuk meg, mit csinálnak velünk mások. Ha félek, akkor valaki ijesztget. Ha szomorú vagyok, valaki elszomorít. Ha dühös, ideges vagyok, akkor valaki dühít, idegesít. Dorka, ez annyira messze van attól, amiben élünk, hogy szerintem nehéz lesz az olvasónak beengedni az elméjébe. Amíg a függetlenségnek ekkora a presztízse, amíg a trend szerint egy felnőtt, érett ember független, nagyon nehéz lesz úgy figyelni az érzéseinkre hogy rögtön a másikat is hozzá képzeljem, és mint oké okay, okozati láncolatot lássam a dolgokat az emberek közösségében. András. Donald Winnicott egy szerint mindannyian dupla függőségbe születünk, nem csak függők vagyunk, de nem is tudjuk, hogy függők vagyunk. Amikor egy gyerek világra jön, még nem tudja, hogy az anyja és ő nem egy. Akkor ébred el a külön létére, és egyben a függőségére. Amikor az anyja már eléggé frusztrálta, mert ebből jön rá, hogy az anya nem ő. Ettől kezdve, nagyjából serdülőkorig, persze, hogy az ember a függetlenségén dolgozik, de ez nem az utolsó állomás. Amikor elérem a függetlenséget, kinyílok a kölcsönös függőségre, ami azt jelenti, nem félek attól, hogy mások függnek tőlem, és nem félek attól, hogy másoktól függök. Ez a könyv tulajdonképpen arról szól, mi a jó a kölcsönös függőségben, mik a csapdák, amikbe bele lehet sétálni, és mit lehet tenni, hogy ne essünk bele. Dorka. Tudod, arra gondolok, hogy a 20. század történelme annyira rettenetes, a holokauszt, a gulág, de már az első világháború is olyan tapasztalatokkal gazdagított több nemzedéket, hogy lehet, jobb nekünk, embereknek, ha elidegenedünk, ha elhatározzuk, hogy nem kapcsolódunk. Valahogy elvesztettük a mesebeli reményt, hogy ha vége jó, minden jó, és boldogan élünk, amíg meg nem halunk. András, Auschwitz után nem lehet többé prédikálni, mivel a hagyományos prédikáció az európai, a keresztény és a happy end várakozásának prédikációja. Ha ezt teszi, akkor meg vagyunk váltva. Megváltotnak lenni mindig azt jelenti, hogy az egyensúly világába érkezünk majdnem az anyagi értelemben vett megelégedéssel együtt. De még a Auschwitz után, amikor a jót nem, vagy rosszul jutalmazzák, sem lehet arra következtetni, hogy ne legyünk jók. Ez nem elég, nehogy tovább is a jóért prédikáljunk. Nem prédikálni kell, hanem kötelesség jót mondani, jót akarni, jót cselekedni. Az emberire hivatkozunk itt, ahol az emberi nehéz ügyé válik írja Emmanuel Levinas második. Dorka nem a prédikálásról beszélek, hanem a cselekvés ellehetetlenüléséről. Arról, hogy a szolidaritás, a karitás reménytelenné, i reálissá válik, ezért elidegenedünk, nem vesszük tudomásul, hogy kapcsolatban vagyunk egymással. Hiába mondod ötven éve, nem akarja ezt érezni, elhinni senki. András. Valaminek a hiánya vagy perverzé még nem teszi azt rosszá. Annak ellenére, hogy nem tapasztaljuk az egységet, a szolidaritást, mégis mindig megvan a lehetősége. Ennek a könyvnek az is lehet a célja, hogy ne veszítsük el a reményt, még a holokauszt ellenére sem. Freud és Seje János is hangsúlyozták, hogy a védekezésbe halunk bele. Az immunrendszerünk is túl reagálhat, a gyulladás egy védekező reakció, amibe bele lehet halni. Az úgynevezett depresszió és gyulladásból ered, minél inkább védekezünk, annál rosszabb lesz az életünk. Az embertelenség kellős közepén, Auschwitzban, Viktor Frankl három osztrák pszichiáter értelmet keresett. Azt tapasztalta, azok éltek tovább, akik gondolkodtak, és az értelem ébredése mindig az a gondolat volt, hogy nem vagy egyedül. A nyelv, a gondolkodás azt jelenti, nem vagyok egyedül. Az erőszak a nyelven kívüli, ami értelmet ad az életnek, az a közösség, mindig sebezhetővé kell tennünk magunkat, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a másik is sebezhető. Innen jön a levinasi etika, az anyai etika, amelyik nem akarja mindenáron megvédeni magát, még a holokauszt közepén sem. Ha a másiknak szüksége van valamire, azt odaadja. A gyerek fontosabb, mint az anya, inkább ő éhezik, nem a gyerek. A barátunk, Réka és a Pici Négy abban, ahogy ők egymásra néznek, ott a remény.